Eljöttünk a Rudi Project bemutatóterembe, hogy megmutassuk nektek a jövő éves újdonságokat. Akkor nézzük a 2016-os új... Mennyi van? 17, 18, 18 19... 18 van, de már itt vannak a 2019. Jó, lassan csak beleszokunk ebbe a dologba. Tehát akkor ez az országúti sisak, az új modell. Így van, ez a Spektrum, ami a sisak kínálatunk csúcsa lesz most 2019-ben. Miért van ez ilyen legnépszerűen összerakva? Ennek a sisaknak az egyik különlegessége, hogy a külső kemény hely három darabból épül fel, miközben kívülről nem látszódnak illesztési nyomok. Belül viszont, ahogy látod, megkapta a 2019-es új modellként a L-frame rendszert, ami megköszönhetően a szivacsozás gyorsabban és könnyen szárad, még viselés közben is. Akkor ez főleg olyanoknak jó, mint én, aki ízzad, mint a disznó, és folyik a homlokán a víz. Tökéletes lesz neked szerintem. Kivégeztük. Ő kicsoda? Ő a Stream névre hallgat. Ez egy belépő szint lesz a Rudi Projectnél, minden zárak mellett, attól függetlenül, hogy belépő szint három nemzetközi szabálynak is megfelel, biztonságtechnikailag, ha kezed összed, akkor érzed, milyen könnyű. És ez is airframe-es, mint az előző így modell? Van. Mit csoda szavakat tudok már? Racsis tarkó rögzítés, immoldos, minden tud, amit egy sisaknak tudnia kell, és 29.900 forint lesz. És ki a harmadik modell? A harmadik újdonságunk az pedig a Volantis névre hallgat, egy kifejezetten aerodinamikai tulajdonságokkal, jó tulajdonságokkal rendelkező sisak. Triatlonosoknak, illetve időfutam menőknek lesz jó választás, főleg azért, mert a sisak kombinálható lesz egy felhajtható előtétláncsével is. Értem. Most már kell, hogy ő, azt mondtad, nem nézhetek bele. Nem nézhetsz bele. Egyelőre nem fogjátok megtudni, hogy miért nem nézhettem bele. És ez pedig szintén egy újdonság, vagy nem? Majdnem. Az egy 1992-es Agresszor névre hallgató szemegünk a múzeumból, de ami miatt elővettem, az pedig az, hogy 2019-re érkezik a Defender szemegünk, ami a Agresszorból inspirálódva a 2019-ben fellelhető Rudi Project által kifejlesztett technológiákat ötvözi magába. Többek között mondjuk a lencséjelvédő bumper technológia, a nagyon erős, nagyon rugalmas grillamid keret, de elérhető lesz ez a modell az új grafén kompozitból is, ami erősebb, mint a gyémánt, és könnyebb, mint a karbon. És drágább, mint egy esmerci. Majdnem. De nem kell feltétlenül grafénnal megvenned, hanem van normál keret is, illetve nem csak ennél az egy modellnél lesz grafén, ha jól olvastam. Mind a kettő igaz, tehát a grafén kompozit elérhető lesz a Defendernél és a Tralixnál is, viszont a legtöbb Defender és a legtöbb Tralix marad a grillamid alapanyagú keret. Ja. Igen, jól látod, állítható lesz ennek a modellnak is az ornyerge, akár csak a szárvége, ezek a gumirozások nedvességre is tapadnak. Igen, hogyha boxoló ornyerged van, akkor is fel tudod venni majd a szemüveget. Ha jól emlékszem, ez volt az első sportszemüvegem, talán 2005-ből. Előfordulhat ez a Ridon nevű modellünk, ami több mint 10 éve benne van a kínálatban. Egy nagyon megbízható, nagyon jó szemüveg. Viszont 2019 eljött az ideje, hogy ennek a modellnek is egy kicsit meg kell újulnia, úgyhogy érkezik az átdolgozott Ridon. Ami változás lesz, hogy a szárgumi egy kicsit kerekdedebb, szélesebb lesz, ezáltal kényelmesebb, illetve a másik újdonság, hogy az ornyereg egy sokkal könnyebb, jobban beállítható ornyereg lesz. És mintha kétféle anyagból lenne az orgumia, mert ez egy ilyen sima fekete, ez meg ilyen... Igen, egy sűrűbb és egy lágyabb anyagból lesz. Aha. Kevésbé kopjon el. És gondolom ennek is cserélhető, mert nekem így az izzadságon mindent megeszik, ami... Természetesen minden alkatrésze cserélhető marad, ugyanúgy, mint a régi változatnál, csak egy kicsit frissített verzió. És úgy látom, hogy ez az utcai vonal kicsit másként. Ez egy teljesen új kategória lesz 2019-re. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy sokan sportoláshoz, könnyed kocogáshoz, bringázáshoz már még nem akarnak hozzányúlni a sportszemekhez, viszont napszemekre szükségük van, ami csúszkál ugye, a izzadság folyamán, úgyhogy az aktív lifestyle nevű kategóriánkból három olyan modell érkezik, aminek gumírozott lesz a szárvége és az ornyerge. Igen, az cserélhető. Ami különlegesség a modellnek, hogy van egy kerek, kebb, inkább hölgyeknek szánt forma, ez az 56-os Spinner 56-os névre hallgató modell. Van az a pont, ami a kezedben voltam, ez a Spinner 57, ez egy zárt kerettel szögletes forma. És ez egy komolyabb lencse is, igaz?
Ez egy multilézer oranzs lencse, ami annyit tesz, hogy egy fémoxidos külső bevonata van, ami csökkenti a szúrófényeket, de létezik ebből a modellből polarizált változat. Mm-hmm. És ez ilyen karcálló, meg ilyenek? Olyan, sajnos olyan lencse nem létezik, ami karcálló lenne, de nehezen karcolható. Tehát a Wolfram karbid gyűrű, mert nyugodtan neki esetek. Mindenképpen, csak lesz egy új szemeged, amiben van egy karc. És akkor itt a Spinner 58, ami egy félkeretes kivitel, viszont ennek annyi plusz tulajdonsága van, hogy ennek az ornyerge is állítható. Jó, ja, mert ezekben fix. Azokban aha. Fix, viszont a dobozban van egy nagyobb és egy kisebb ornyereg is, így az is valamennyire állítható lesz. És ezt is lehet itt testre szabni? Tehát, hogy lehet más színű ornyerget vagy szárvéget hozzáfaszítani? Kapni, igen. Aha. Ami még fontos lehet, hogy a Népfürdő utca 35 alatti bemutatóteremben mindegyik modellből találsz szín- és méretválasztékot, úgyhogy ki fogod tudni választani a megfelelő modellt. Legyen szó akár sisakról, akár szemüvegről.